A te kettő nézzék is, itt az új Philips Living Colors lámpa van a kezünkben, nem annyira okos, általában okosabb dolgokról beszélünk, ahol van app is, vagy hasonló, ez itt a legolcsóbb kis változata annak, hogy 64 különböző szint tudunk a nappalinkban, vagy máshova majd varázsolni, de ez van premium változatban és Hue változatként, vagyis majd okostelefonon vagy máshol is tudnánk ezt itt vezérelni. Nem pont ezt, ahogy említettem, Hue változatként van Living Colors, ez itt most egy sima 30-40-50 eurós kis kütyű, attól függ, hogy éppen hol mennyit árulják, 50 lumen tud világítani 64 színben, és akár végig is tud egyszer menni a színeken, nem csak a külön tudjuk beállítani őket. 4,7 wattot fogyaszt, vagyis nem csak hangulatvilágításként jó, hanem eléggé erőteljesen is tudnak világítani, szerintem elég fehéret nem tud sajnos, de ilyen világos kéket, ami már annak szerintem számít, oké lesz így a sarokban az asztalunkra rakni, vagy például tévézés mellett, hogy ne legyen annyira sötét, szép kis hangulatvilágításként szerintem eléggé szép kis dolog, akár egy karácsonyi ajándékként is. Kicsomagoljuk az egészet, ez lesz az első, amit látunk, méghozzá a lámpa önmaga, egy kis műanyag tetővel, hogy ne kvarcolódjon össze. Különben majd kis olvasnivaló is van benne, persze magyarul is. Mindjárt meg is nézzük, aztán kiveszünk itt ezt a kis papírrészt, akkor itt van már benne a kábel is, amivel majd be tudjuk dugni itt az áramba. Ezt mindjárt meg is teszem. Aztán még a papírt kicsit végigmegyünk, és utána megnézzük, hogy milyen színekben lehet itt majd szép szettőt tenni a lakásunkat, vagy valakinek örömet okozni. Hogy rúgjam ezt be az áramba, aztán leveszem itt a kis műanyag elejét, és itt már látjuk is majd, hogy lehet végigmenni a színeken, az egész touch, és a hátuljánél bele dugni, itt fog majd állni, és akkor így áll a földön, és tud valamelyik irányba igazából majd mutatni és világítani. Ezt már egyszer bedugom, és akkor amint bedugjuk, végig fog menni itt zöldön, meg mindegyik színen igazából, egyszer gyorsan szerintem a lámpa, ha nem csak zöldön hagytuk utoljára, aztán most így marad, de mielőtt ezzel folytatjuk, nézzük meg, hogy mit mond nekünk itt a kis leírás, amit éppen említettem, hogy végig tudunk menni könnyen a színeken, meg tudunk különböző színek között váltani is, és itt hátul még egyszer van egy weboldal leírás, ami talán fontosabb az a garancia papír, az is itt még egyszer megvan sok-sok-sok nyelvben, hogyha érdekel, itt végig lehet lapozgatni, persze magyar is lesz benne. Na, ugye említettem, most éppen zöld, úgy csinálom, hogy itt egy kicsit magamra beállítok, itt oldalban egy olyan állás, hogy kék, és ahogy látjátok, mindegy, hogy hol érintem meg, pont arra a színre fog menni, 64 szín közt tudunk elég gyorsan itt váltani, csak megfelelő helyen kell megérinteni. Ami nagyon szép, hogyha hosszan rajta maradunk itt ezen a kéken, méghozzá 5 másodpercig, akkor elkezd szint váltani, itt láthatom, már nem érintek semmit meg, és most szépen lassan itt átmegy pirosból, narancssárgába, aztán szerintem sárgába fog menni, és szépen lassan itt végig tényleg a színeken. Leginkább magamra kell világítanom, hogy lássátok, hogy zöld, most jön egy világos kék, aztán szerintem lesz meg a sötét kék, és akkor már körbe is értünk, és akkor kezdi előről, amit láttatok az előbb. Ennyi is a Living Colors lámpáról, itt Philips-től, közben néztetek, nevem Gábor Lázs, nagyon szép kis szerintem karácsonyi ajándék, hogyha nem túl okos dolgot kerestek, meg nem túl drágát, legközelebbig, és köszönöm, hogy néztetek.